Ezen a pályán már nagyon-nagyon régen egy Trabanttal körbe mentem egy párra, de azóta nem nagyon. Sprintbe talán Barcikán mentünk, amit hasonló, de még ez a bemutatkozásodnak lehet mondani. Az az igazság, hogy idén is úgy néz ki, hogy kevés versenyen tudunk menni, de akkor viszont már szeretnénk többet. Úgyhogy az ORC-t választottuk az idei évre, 4 verseny van tervevéve, ezután, ha minden rendben van, akkor mennénk Szombathelyen is, aztán meglátjuk, hogy melyik lesz ez a másik ezt az év végén. Szeretnék igazából célba érni, nem feltétlenül a komolyság, hiszen nem is hoztunk versenygumit, csak utcaival szeretnénk menni, kiszolgálni kicsit a nézőket és szórakozni. Nagyon-nagyon élmény volt, nagyon örültünk, hogy részt tudtunk venni ezen a versenyen. Hát sokkal jobban csúszott, sokkal tovább tartott, sokkal később fejeződött be, mint gondoltuk. Tehát feltöltöttük élményekkel, egész nap vigyorogtuk, úgyhogy tényleg megkaptuk, amit szerettük volna. Az az igazság, hogogy én amiket eltervezgettem, hogy a szépen elnyújtott 20 évet fogom rajzolgatni, azokat el kellett felejteni, muszáj voltam ott menni a nyomba, ahol a többiek, de a több helyen azért belefért a kis rajzverseny is. Thank you.
bevággal, kimegyünk. Nagyon jó hangulat, hát igazából csikorogni jöttünk, nyári gumival csináltuk végig a versenyt, ennek ellenére itt vagyunk a célba. Kicsit féltük, hogy hátfalcsere lesz belőle, de megoldódott, nem volt semmi nagyobb problémánk. Igazából talán még valami kupát is kapunk, úgyhogy mindenki boldog. Minden arcát megláttak a Bükknek, mentünk vizes pályán, mentünk szárazon, iszonyat felholdásos volt, élvezték a nézők, élveztük, úgyhogy azt gondolom, azt kaptuk, amit vártunk. Kicsit át kell nézni az autót, bár most arra is Kori nagyon kiváló munkát végzett a felkészítése, és a fiatal emberek pedig a gépjármű üzemeltetésével ezen a versenyen, úgyhogy szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebbe a feladatba, mert nélkülük nem ment volna.